ragyogást. Ez egy kemény menet volt. Szerda hajnali 1:30 van. Elindultunk nagy kalandunkra a Mirnával, Isztambul érintésével. Budapestre érkezünk ma, úgyhogy több mint 2,5 órát álltunk a sorban, mert nagyon sokan utaznak, de elindultunk. Bent vagyunk, minden rendben van, elfogadták a papírokat. Mielőtt tovább néznéd a videót, kérlek, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és oszd meg minél több emberrel, a csengőről pedig ne feledkezz el. Mirnossal bejöttünk egy helyre enni, ahol mondanom se kell, hogy minden pontosan 4-szer annyiba kerül, mint hogyha az ember boltban megvásárolná, na de se baj. Mert nyaralunk. Reggel 4:45 van, és 20 perc múlva indul a gépünk. A Mirnos már nagyon álmos, és én is. Úgyhogy most alszunk egyet, és amire felébredünk, lehetőleg már Isztambulban leszünk. Megérkeztünk Isztambulba a reptérre, elég kalandos utunk volt, ugyanis az előttünk ülő kisfiú végigordította az egész utat. Lehet, hogy fájt a füle, és hát nem volt egyszerű így pihenni. Fájt a fejem háromszor annyira, hogy majdnem kiestem az ablakból. A másik az, hogy nem a nagy reptérre érkeztünk, hanem ez a Pegasus légitársaság fapados reptere, illetve más fapados járatok is ide érkeznek. A reptér olyan, mint egy hatalmas nagy zsibvásár, és irgalmatlanul koszos. Amint az előző vágóképen is láthattátok, illetve most is, hogy vannak olyan emberek, akik nagy évben fütyülnek szépen szólván, hogy itt egy forgalmas reptér van, és hálószobának használják a reptöret. A kinti reptérről se tudok rendes felvételt csinálni, mert annyira mocskosak az ablakok, hát most ezzel tudok szolgálni. Most helyet foglaltunk egy helyen, ott az alvó ember mellett, mert még több mint másfél órát kell várnunk arra, hogy kiírják a kaput, ahonnan a gépünk indul, hogy rápihenünk erre a gyerekordítós programra. If the oxygen masks are dropped, remove the face mask before to inflate, pull down red tag as shown. Ez a magyar föld! Megérkeztünk! Hurrá! Tartson jobbra, következő elnyilla. Azért egy fagyikára meg kellett állni. Talán sose voltam ennyire boldog, hogy itthon lehetek. Megérkeztem. Itt vagyok a földi paradicsomban. Mindjárt meg is mutatom, hogy milyen is itt a kert. A nyugalom szigete, és a gyönyörű Bázsit. És hátul pedig az igazi meglepetés. És itt van ez a két jószág, aki már egy éve vár rám. Igazi futópajtások és játszótársak.
Na gyertek, nyugi! Nyugi, nyugi! Sziasztok! Itt vagyok, sziasztok! Nyugi, 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 nyugi! Oké, okay. ül! Oké! Okay. Nagy az öröm! Oké! Nézzétek ezeket a gyönyörű fügefákat, amik ezen a nyáron majd nyújtanak valamiféle árnyékot nekem. Tehát a jó hír az, hogy megérkeztünk Moszkvából Magyarországra. A lehető legsimábban semmi fennakadás nem volt, nem kekeckedtek a határőrökség velem, már mint az oroszok. Hát a magyarok meg a törökök meg simán ment minden. Ahogy a nagykönyvben meg van írva, lesznek új helyzetjelentések, természetesen egy kicsit más helyszínről, most nem Oroszországból, de ígérem, hogy elég izgalmas lesz így is. Ha eddig nem tetted meg, akkor kérlek iratkozz fel, nyomj egy lájkot és oszd meg minél több emberrel. Paka innen Magyarországról.